Dolgoznak a munkagépek a vásártéren. Jelenleg az elhasználódott, rossz minőségű aszfaltréteget marták fel, hogy az útalapra új aszfalt kerülhessen, mint egy 9 cm vastagságban. Az útfelújítási munkákat tekintette meg a városvezetés november 18-án reggel. A munkálatok várhatóan 26-ára fejeződnek majd be. Ahogy tavaly beszéltük a az Erdi utca és a vásátér az út megújult szépen. Itt a sportcsarnokig eddig, ahol most állunk eddig, nagyon szép lett az aszfalt, és innentől kezdve az idén tudjuk folytatni tovább. Mielőtt valaki megkérdezi, hogy miért nem tudták már azt a kis szakaszt belerakni. Egy ilyen kis szakasz is 20-30 millió vagy 40 millió forint körüli összegbe kerül, és nem úgy működünk, hogy mi nyomtatnánk a pénzt, hanem, hanem pályázati forrásokból dolgozunk, illetve mindig a, a teherbíró képességét nézzük a városnak. Ha ezeknek az embereknek javasolnám, hogy kicsit úgy gondolkozzanak el, hogy a világ egyik legnagyobb járványa, életünk egyik legnagyobb járványa zajlik másfél-két éve. Borzasztó pénzügyi gondok vannak mindenhol a világban, az egészségügyi és egyéb dolgokra nem is beszélek. Szerintem még az is csoda, hogy, hogy ilyen fejlesztéseket tudnak bárhol Magyarországon vagy a világon elindítani. Nos, az idén végre pályázati forrásból be tudjuk fejezni ezt a szakaszt. A felső rétegét az aszfaltnak lemarják, és egészen az a, a úzott kőig lemegyünk. Olyan egyenetlen, olyan rossz minőségű volt már itt az aszfalt, és egy 9-10 cm vastagságú réteget rakunk vissza rá. Bízom benne, hogy hosszú távon ez most évtizedekre megoldja az itteni közlekedési gondokat. Az alappal úgy tűnik, hogy nincs probléma, tehát az útalappal nincs gond. Akkor van baj, amikor az útalap ha palis probléma van, akkor mélyebbre 30-40 centire le kell menni a, a rétegben, és új rétegeket, a törbetontól kezdve, kohósalag, zúzott kögyebeket rakni kell. Itt most úgy tűnik, hogy csak a felső réteget, ezt az aszfalt réteget kell leszedni, kormányzati támogatásból tudjuk befejezni. Úgy tűnik, hogy jövő héten, hét közepére, mondjuk úgy, hogy jövő hét végére teljesen kész lesz ez a szakasz is, és a Rákóci utca végén a, a a körúttól kifelé eső rész a hatházi ki, illetve a, a másik kiforduló rész, az is befejeződik a jövét hétvégére reményeink szerint.